Szárusztok, kedves barátaim! Ismét egy kutnál vagyunk, egy jó mély kut igazából. A nagypapát meglógatjuk. Ebben a kutban még nem járt, úgyhogy mindenképpen az útjára küldjük, aztán megnézzük, hogy mit tud belőle kihódni, fölmutatni. Remélem, ebben nem lesz olyan vasrács. Hát most már legalább tudom. Hogyha olyan valami van, akkor azt tudja, hogy van egy tisztító rács benne. Közben engedem is lefelé. A zsinór is engedi. Én nem bogoztam ki előtte igazából. Pedig rendesen össze volt rakva. Hát nézzük le. Hát ez már csak ilyen. Hát ez már csak ilyen persze, mert akárhogy is próbálja az ember szépen összerakni. És le is ért az aljára, jó? Még maradt is kötél, úgyhogy akkor azt hiszem ez 20 méter ez a kötél. Akkor azért, ha mégnek még csak, akkor nem sok víz van benne viszont. Mert a mélysége az elég jó a kutnak, de ebben nincs olyan sok víz. Ugye nem mint utoljára Becse barátunknál, ott meg pont fordítva voltak a dolgok. Ez nem volt nagyon mély a kut. Persze ugye ez, gondolom, hogy nem mindegy, hogy milyen helyen van az a kut. Ebben is benn van a szivattyú. És eléggé rossz helyen van, már a mi számunkra van rossz helyen. Középen. Azért próbálgatom itt körbejárogatni. Aj, meg a dingelintek egy kis sört. Kell az. A szeles időben. Tudom, ebben mennyi iszap lehet, vagy lehet-e benni iszap. Főhúzzuk, aztán megnézzük, hogy van-e tartalmaz nyomokba, vagy nem. De általában, hogy egy az ember húzza kifelé, nézd, le. Beakadtunk valamit, mozgatja ezt a... Valamit mozgat. A szivattyút. Aha. Ez korcog. Korcog. Valami korcog. De még valami fénylik, hát valami van, hát ott ez a víz fénylik rajta. Ajaj. Kis kapa. Mari néni kis kapa. Egy kis drót is van. És ez is olyan fémes, már ragad. Ragad rá. Már picit elhasznált kis kapa. Ez is te. Pardon. No problem. Hát meg kis kertbe lehetne használni. Hát ez simán. Te kis drót. Meg fémforgács. Rozsdás forgács darabokból azért maradt rajt. Na, engedjük csak vissza. Oda a másik sarkába oda kéne. Ott menjen le. Ha másképp nem megy át még a túloldalra. Megint nem tudom, megakadt valamibe, vagy húzok valamit, nem tudom. Mert itt most nehezebb. Mozogat, megint minden mozogott körülötte. De súly, tehát érzem, ha valami súly van rajt. Vödör? Há, olyan hangja van. Valami vödör. Ez nem vödör, ez ilyen kocka alakú vagyok. Nem tudom, ti láttátok-e? Lassan majd látok, hogy látok. Minden esetben kicsi.
ezért ne akadjon el. Így csak a sörömet le ne verjem. Így, várjál, mert bele van akadva ebből. Látod? Bele van akadva a drónba. Aha, most a jó. Hát mi ez? Nem, a béce tartály. Permetező? Az. Az bizony. Jócskán oda van. Hát az jócskán. Ki van idegileg? De ez vas. Nem. Jól, meg jól. De, aha, vas. Oh. Rézgál itt megfogta kivűben is. Elég derék egy darab. Aha, jó. Bekerítettem magam. Az egyik alatt nem ér út valami. Még esetleg. Na akkor ez nem egy nagyon iszapos. Nem. Cucc. Ebben nem is éreztem úgy, mikor engedtem le kerülni ebben, hogy még valamit megint volna, de hamar el is éri az alját. Tehát már nem van. Nem sok van benne. Itt lehet, hogy köve. Habár igen, valószínű, hogy köves is, mert ugye hát itt bazalt van. Itt mindenhol bazalt van. Úgyhogy valószínű, hogy ennek köves az alja. És mivel gyűrűs, nem tudod beszivárogni semmiféle iszap, úgy különösebben. Kicsit arrább, de valami fa is huszkálott a tetején. Mondjuk azt nem tudjuk kivenni. Ezzel legalább is biztosan. De milyen fele? Mi valami játéki vélemény, nem? Ja, ilyen kis autó. Kis autó, drón, vagy... tető, valami. Ja. Ja, jó, hülye hangja van. Nem tudom. Vigyálj egy kortyot nekünk. Iszok. Ki ne száradjál. Nézzük. Ez önmagyar az ízés. A villanyos láncfűrész, nem? Hát, nem tudom. Annak is ilyen az és... Annak ilyen szar hangja lenne. Na, nagypapa. Ja, most már ezt a vizet nehéz lesz überelni. Biztos egyelőre. Hát, nincs el rajta. Kis rozsdás. Hát, kis rozsdás. Kacatok vannak ilyen versők, de... Meg hát nem is éreztem igazából ott különösebbet. Hát jó eséllyel, hogy kitakarítottuk ezt a kutat. Nagypapa azért jó szerepelt, mint mindig, ugye ránlag. Hát elég jó szerepet. Úgyhogy már azért a vödörért egyszer vissza kell menjünk. Azért visszamegyünk. Gábor barátunknak mindig örök hála ezért a mágnesért. És köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk máskor is. Vigyázzatok magatokra, jó egészséget, sziasztok!